Bolt, kedves, idős, roppant bölcs vezetőjétől egy nap egy interjú keretében megkérdezik: Uram, mi a sikerének a titka? Két szó, válaszolja az öreg. És mik azok, uram, helyes döntések? És hogyan hoz meg helyes döntéseket? Egy szó. És mi az uram, tapasztalat? És hogyan szerezhetünk tapasztalatot? Két szó, rossz döntések. Mind ismerjük a mondást, hibáiból tanul az ember. A hibáink alapvetően formálnak minket, búzítanak arra, hogy jobbak, s jobbak legyünk, miközben gyengéden terelgetnek bennünket az elérhetetlennek tűnő tökéletesség felé. De vajon jó az, ha tökéletesek vagyunk? Amikor nyolcadikos voltam, apukám munkája miatt egy évet Svájcban éltem, így ott is jártam iskolába. A csoki, a bankok, a legelők és az unalmas emberek országában. Kezdetben, mivel nem nagyon tudtam franciául, olyan osztályba jártam, ahol szintén olyan gyerekek voltak, akik nem tudtak franciául. Mindannyian más kultúrából jöttünk, hiszen volt ázsiai, európai, dél-amerikai és afrikai osztálytársam is. Most képzétek magatok elé egy 13 éves, fekete bőrű, kigyúrt, mindenkinek beszólogató és mindenkinek nekimenő, gorillajárású, szándomángi srácot. Ő volt Franzsel. Mi lenne az első véleményetek, ha ránéznétek Frangelre? Az én első benyomásom az volt, hogy Franzsel maga a gonosz. A szemében csak gyűlölet és harag. Eleinte nem szerettem Franzselt, azt mondogattam magamban. Megérdemli, hogy senki nem szereti, hiszen mindenkivel gonoszkodik, folyamatosan szemétkedik, hogyha ő így viselkedik másokkal. Miért várja el, hogy mások ne úgy viselkedjenek vele, ahogy? Aztán egyik nap ezt mondtam a szüleimnek: Hú, hát tudjátok, van ez a, ez a frangel, ez a srác, gyűlölöm, bárcsak kirúgnák, egy hatalmas szemétláda. Fiam, ez így nem jó hozzáállás, a srác eleve fiatal, mint te, próbálj meg egyedülként nyitni felé, talán akkor ő is rendesebb lesz veled, mondták a szüleim. Hát eleinte hihetetlen felháborodással töltötte, hogy nekem kell nyitom e felé a gonos srác felé, majd végül rászántam magam oda mentem hozzá az egyik szünetben, amikor épp támasztotta a falat. Hát bevallom őszintén, baromira izgultam, de oda mentem. És tudjátok, ezzel a tipikus magyaros kiejtéssel csak ennyit mondtam neki franciául. Salut! Esko frances! Hát valószínűleg az első benyomás az volt rólam, hogy meghűltem. Tehát ez nem kérdés. De aztán mégis keményen elkezdett gondolkodni, hogy mit is válaszoljon. Aztán ezzel a tipikus spanyolos kiejtéssel csak ennyit mondott új. És elkezdtünk beszélgetni. Nem volt hosszú beszélgetés, mindössze 10 perc, ennyi ideig tartott a szünet. Tehát. És viszont sok dolgot megtudtam Erről. Például, hogy ő is szereti a focit, sőt, hogy ugyanazért a csapatért rajongunk, a Manchester Unitedért. Jó, most, hogy az összes City, valamint Chelsea fan elhagyta a termet, folytathatjuk is. Franzsel elmondta nekem, hogy utál itt lenni. Nem érti, miért költöztek ide. És hagyták ott a barátokat, a családot, az életüket. Akkor még nem tudtam pontosan miért, de megsajnáltam Franzselt. Most már tudom. Megláttam vele önmagamat. Kiderült, hogy hasonlítok Frangèle-re, a srácra, aki akkor a legkevésbé akartam hasonlítani. És mégis miért hasonlítottam rá? Mert belül én is ezt éreztem. Onnantól kezdve egyre többet beszélgettünk, legjobb haverok lettünk, és egyébként most is tartom még Franzsel a kapcsolatot. Franzsel, hogyha egy tipikus hollywoodi remekműben műben szerepelt volna, ő lett volna gonosz, a rossz rác, aki elveszi az úgyis dobozodat, aztán a szart is kiveri belőled. Csak hogy ez nem egy hollywoodi film volt, hanem a való élet. És Franzsel kiderült, hogy egy kedves, rendes, normális rác. Itt találkoztam életemben először egy negatívnak itt karakterrel, akiről később kiderült, hogy nem is volt annyira negatív. Akkor gondolkoztam el rajta, mi van, ha a többi sem az? Csak azt hiszük róluk, hogy azok. És ha mégis azok, akkor miért? És itt kezdődött el a történetem a gonosszal. Engem a kérdés, meg jelenleg a legjobban foglalkoztat, az az, hogy vajon azért, mert hozok rossz döntéseket, én egy rossz ember vagyok? Egyáltalán mi az, hogy rossz, hogy gonosz? Egy ember? Egy fogalom? Egy tulajdonság? Valami sötét megmagyarázhatatlan? Ti tudjátok a választ? Mert én csak találgatni tudok. Mindjárt elmondom az erről alkotott véleményemet. Előtte viszont gondoljuk csak végig, hogy milyen régre nyúlik vissza a gonosz. Konkrétan a Biblia legelső lapjai megelevenedik már egy testvérgyilkosság formájában. Kain és Ábel története nem véletlenül világhírű, és kiválóan demonstrálja, amit el akarok mondani, a döntéseink jelentőségét. Vajon létezik olyan mélység, hogy egy testvér a másik ellen forduljon? Létezik olyan féltékenység, melyből a megbántott fél csak egyetlen egy megoldást talál? Gyilkosságot? Azt kell mondjam sajnos, hogy igen. Kain megölte Ábelt, de Káin vajon így született? Egy elfajzott gonosz tevőnek? Volt csak egy normális rát volt, aki hozott egy rossz döntést. Nézzük a véleményemet. Szerintem a gonosz nem létezik. Sokkal megszemélyesítik a gonoszt, felruházak emberi testtel, félnek tőle, tulajdonságokat adnak neki, de mégis szem tévesztik a lényeget. A gonosz nem létezik, csak akkor, ha mi meg nem teremtjük, mi teremtjük a saját gonoszainkat, a gonoszt, mely mindannyiunkban lappan hiszen emberek vagyunk, viszont hogy kiengedjük-e azt a gonoszt a palaszból, hogy engedjük-e tombolni, az már rajtunk múlik, és itt érkezünk el a döntésekhez. A döntéseink alapjában meghatároznak minket, hogy hogyan döntünk egy-egy helyzetben, egyáltalán felvállaljuk-e, hogy döntünk annak a döntésnek minden következményével. Ez az alapvető felnőtt felelősségteljes gondolkodásmód. Én azt figyeltem meg, hogy senki nem alapjából negatív. Nincs ilyen, hogy mondjuk Józsikának azt mondja a teremtő, hogy te most rossz leszel. Majd onnantól kezdve Józsika beledug Gyurikába a homokozóban, és módszeresen rombol le homokozóvárakat. Nem. Józsikát valami belül bántja, és nem a tegnap megevett ipari mennyiség óvodai kenyerre gondolok, hanem az érzéseire. Ne ítéljünk el senkit első látásra, és nem tudjuk a hátterét. Én alapvetően azt gondolom, hogy két dolog következménye az, ha negatív emberré válunk. Az egyik egy gyerek vagy felnőtt trauma, a másik pedig a döntéseink. Én mindig is meg akartam érteni ezeket az embereket, és egyre inkább úgy látom, hogy ti is. A legjobb példa erre a szupererősök és a szupergonoszok példája. Ki ne szeretné Jokert? A sötét lovakban látott Jokert, mert Heath Ledger megnyerte az Oscar-díjat. Őszintén szólva, én imádom gyókert, Megfog az az elképesztő őrület, ami körülveszi őt. Egyszer a kistesom szülinapi bulián, hát eléggé unatkoztam, ezért úgy döntöttem, hogy odamegyek a tesómhoz és a haverjaihoz, akik éppen játszottak a játszószobában. Most képzétek el, ilyen cuki, aranyos, 6-7 éves formas srácot és kislányt, amint gyókeres és leklutoros legókkal konkrétan szétverik egymást. Hát őszintén szóval eléggé megijedtem és két dolog fogalmazódott meg bennem, kettő gondolat. Az egyik az, hogy vagy a két gyerekek fogalma változott nagyon sokat, amióta megnőttem, vagy pedig, hogy komplett pszichopatákkal vagyok körülvéve. Aztán mégis legyőztem ezt a félelmemet, és odamentem hozzájuk. Felvettem a legoranyosabb mosolyomat, a legcukibb hangomat, és ennyit mondtam nekik. Hát miért ezekkel a gonosz, csúnya, negatív legókkal játszotok, amikor itt vannak a sokkal kedvesebb, normálisabb, nemesebb legók is? Hát erre jól elküldtek a francba. És csak annyit mondtak, hogy hagyjál már azok bénák, ezek a jók, amik megölik a másikat. Hát ezután egy hétig úgy voltam vele, hogy soha nem lesz gyerekem. De aztán mégis elkezdtem gondolkodni, vajon miért mondhatták ezt? Arra jutottam, hogy valamilyen szinten felnézünk ezekre az emberekre, főleg a 6-7 évesek, hiszen ők a gonosznak, gonosznak, csak a jó oldalát látják. Nincsen egy folyton mérgelődő anyukájuk, aki megmondja, hogy most menj fürödni, lefekvés hasonlók. Nincsen egy tanárnéniük, aki, hogyha bármi rosszat csinálnak, beírja nekik a fekete pontot. Ők csak azt látják, hogy a gonosz bármit megtehet, és számukra és sajnos az idősebbeknek is, ez hihetetlenül hivogató. Az az igazság. Aztán őszintén szólva, én rühellem szuperment. Azt, hogy a nagyképűen szállogál száldogál a naplementében. Most komolyan, ennek a srácnak van lézerszeme, emberfeletti ereje, regenerációs képessége, villámgyors is tud lenni, sőt repülni is tud. Tehát ő, őszintén ki akarna bunyózni vele. Tehát, hogy ellen a maximum csak Norrisnak lenne esélye. De a legnagyobb problémája az, hogy nem emberi. Tehát, hogy Superman sosem látjuk vívódni, nem érzünk együtt vele, mert ilyen nincs. Ez komu, az emberek nem ilyenek. Tehát Joker sem született őrültnek. Egy szegény előadó volt, míg nem rávették egy nagy pénzzel kecsegtető tervre, ami folyamán beleesett az Ace Chemicals vegyi anyag Ez Ezért csúnya és eltorzult lett. És még a felesége is meghalt. Tehát nem az volt élete legjobb napja, az biztos. Tehát azt vettem észre, hogy egyre több film, különböző sorozat és könyv készül ezekről az emberekről, gondoljunk csak a trónok harcára, ahol alapszabály, hogy nincsenek rossz fiúk, csak emberek. Ott is fontosak a döntések, azok ott is alapjában meghatározzák az embereket, szereplőket, karaktereket, stb. Aztán ott van a Breaking Bad, ami szerintem a legjobb bukás történet, amit valaha láttam. Walter White, az alulfizetett kémia tanár, miután végső stádiumú tüdőrákot diagnosztizálnak nála, egykori tanítványával Jesse Pinkman nel metamfetamin gyártásába kezd. Most nézzük meg Walter három legfontosabb döntését, melyek oda jutatták, ahol a sorozat végén találta magát. Az első döntése a droggyártás elkezdése. Kezdetben ugye ez nyilván egy rossz döntésnek tűnhet, hiszen drogot gyártani nem szabad, tilos bűnözők csinálják, stb. De ha jobban belegondolunk, hogy vajon miért kezdte Walter gyártani a drogot, azért, hogy ő majd meghal, a családjának mindene meglegyen. Mert gondoljunk csak bele, egy ember hatalmas tudással a kémia területén, de annál jóval csekélyebb bankszámlával, majd kiderül, hogy mindjárt meghal. Ti hogyan döntenétek? Mi a jó döntés? Mert ebből a szemszögből ez már nem is tűnik egy annyira jó, rossz döntésnek. Aztán a második döntése, amikor megöl egy embert. Én azt gondolom, hogy a világon a legnehezebb, vagy egyik legnehezebb dolog ember életekről dönteni. Ezt mi nem tehetjük meg, nekünk ez nincs jogunk. Ez egész egyszerűen nem szabad. Walter White is szembesül ezzel a döntéssel, amikor is az első üzletük rosszul sül el, és az ellenséges díler, Crazy 8, megpróbálja őket megölni. Önvédelemből fogjulejtik a dílert, Crazy 8 és leviszik a pincébe. Hát eléggé félnek tőle, nem mernek hozzá lemenni, aztán Wouter mégis rászállja magát, és úgy dönt, hogy lemegy hozzá. Elkezdenek beszélgetni. És innentől kezdve bonyolulódik a történet, mert ez innentől kezdve már egy, már egy, személyes kapcsolat. Ugyanis kéziről kiderül, hogy egy kedves, rendes, normális rác. Wouter teljesen bizonytalan. Tudja, hogy csak két lehetősége van. Az egyik, hogy elengedi. De mi van, hogy aztán megöli őt és a családját? Vagy a második, hogy megöli. Akkor viszont bűnössé, gyilkossá válik. Volt tudja, hogy egy családapa, és egy családapának az a feladata, hogy megvédelmezze a családját, de ezt nem tudja megtenni, nem tudja megölni Krézit. Lemegy Krézihez éppen azért, hogy elengedje, csak hogy aztán a birtokába jut egy olyan információ, miszerint szerint Krézi birtokába jutott egy fegyvernek, amivel megpróbálhatja megölni Wotert. Wotert kétségbe esik, mert tudja, hogy Krézi halálát akarja. És az igazság az, hogy nincsen veszélyesebb a félő, kétségbeesett embernél, mert teljesen kiszámítatlan. Walter lemegy, és megölik Rézit. Elítéljük ezért? Ha veszélyben a családotok, nehezen van más lehetőség. Aztán ott van a harmadik döntés, amikor megmérgez egy gyereket. Volt egy Jesse, egy gazdag drogbárónak. Dolgoznak, úgy tűnik, hogy minden rendben van. Csak hogy a drogbárónak kezd elegelni elege lenni Walterből. El akarja tüntetni. Walter megijedt, kétségbeesik és tudja, hogy csak egyetlen egy megoldása van a túlélésre, ha üli meg előbb a drogbárót. Ehhez viszont szüksége van a segédje Jesse Pinkman segítségére, aki viszont nem nagyon hajlik a tervre. Wouter gonosz csehhez folyamodik. Megmérgezi Jesse barátnőjének a kisfiát, majd a drogbáróra fogja a merényletet. Jesse bedől a cselnek, hihetetlenül mérges lesz, és együttes erővel megölik a drogbárót. Wouter megnyugszik, hiszen a drogbáró meghalt, tehát ő megmenekült, pipa. A kisfiú is túlélte, pipa. Ilyen egy happy end, nem igaz? De komolyan? Egy gyerek életét koszkáztatni? Hát ezt nekem nem mondja senki, hogy egy jó döntés volt. Hoztatok már rossz döntést? Árultatok már el egy barátot? Hazultatok már valakinek? Voltatok már gonoszak valakivel? Elkeseredtetek ezek hallatán? <laughs> ne tegyétek, hiszen egészen biztosan szeretetek már igazán valakit. Voltatok már igazán kedvesek valakihez. Voltatok már igazán hűségesek valakihez. Döntetetek már úgy, hogy nem nektek, hanem valaki másnak lett jó. Én igen. Hoztam már jó és rossz döntéseket is, mert ember vagyok a hibáimmal és a jó tulajdonságaimmal együtt. Mint mondtam, nem vagyunk hibátlanok. A hibáink száma számtalan, de közben meg annyi mindent alkotunk, annyi jót teszünk a világon, annyi ötletet osztunk meg egymással, és ez is egy fontos szempont. Döntünk néha rosszul, de azért jók ezek a rossz döntések, hogy kiavítsuk őket, hogy ne kövessük el őket még egyszer. Mert végül is erről szól az élet, nem igaz? Hogy folyamatosan fejlődjünk, a hibáink által pedig fejlődni is fogunk. A történetem nem változtatja meg a világot nem a jelentőségű, mint amikor Neil Armstrong fellépett a Holdra, vagy amikor Albert Einstein megalkotta a relativitás elméletet. De nekem fontos volt, mert egy újfajta látásmódot, gondolkodásmódot adott, kölcsönzött nekem, és számomra ez nagyon fontos. Mert jobban belegondolva, Franzsel egyáltalán nem indult egyenlő esélyekkel. Mert fekete volt a bőre, mert spanyolul beszélt, és mondjuk mindenkinek azt akarta mutatni, hogy ő a rossz a gonosz, és senki nem vette a fáradtságot, hogy jobban megismerje őt. Lehet, én sem tettem volna meg ezt, az első lépést, ha a szüleim nem búzítanak, de végül megtettem. És nagyon-nagyon nagyban megváltoztatta az életemet, a gondolkodásmódomat. A személyes tapasztalataim alapján ugyanis a leggonoszabbnak tűnő, legkegyetlenebb ember is képes emberi érzelmet mutatni, ha megértjük, és a legjófejebbnek tűnő, legjófiúsabb srác is képes titokban a kegyetlen és gonosz gondolkodásmódra de ez így van, rendben. Az emberek nem feketék vagy fehérek. Az emberek ilyenek. Feketék és fehérek. És akkor mégis miért szeretjük ezeket a negatív karaktereket? Mert ők is emberek a hibáikkal és a jó tulajdonságaikkal együtt is. Sokkal inkább emberibbek, sokkal inkább hasonlítunk rájuk, mint a teljesen pozitív karakterekre. Azok kamuk, olyanok nincsenek. Ellenben negatív karakterek vannak. Ö, az igazság az, hogy nem szeretnék gigászi, hatalmas gigászi konklúziót levonni az előadásom végén. Mindössze annyit mondanék, hogy ha én megtettem ezt az első lépést, akkor ti is megteltitek. És lehet, hogy az egész világotok megváltozik majd tőle. Köszönöm szépen a figyelmet!